videóm legyen egy ilyen home tour, amiben is egy kicsit megmutatom nektek, hogy nekem hogyan sikerült rendszereznem a dolgokat. Rengeteg videót néztem a YouTube-on azon, hogy hogyan is tudnám rendszerezni jobban a dolgaimat, hogyan is tudnám rendszerezni például a sminkjeimet, milyen bútorokat érdemes venni vagy rendelni, úgyhogy egy kicsit szeretnélek titeket ebbe beavatni. Nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltam azt a helyet, amivel végre tudok hozzátok szólni majd. Úgyhogy kezdődjön is a home tour. Sikerült elköltöznöm, sikerült egy olyan változást is hoznom az életembe, ami egy picit tudatosabb szintre emelt, úgy érzem, hiszen rengeteg felesleges dolgom volt, felesleges kacatom, bár az első koronavírus alatt rengeteg mindent szanáltam, és hát konkrétan tényleg 8 zsák ruhát vittem a szülőkháza alapítványnak, de ez még mindig nem volt elég. Én a saját életemben azt tapasztaltam, hogy minél kevesebb döntést kell hoznom, annál könnyedebben veszem a dolgaimat, annál jobban tudok más dolgokra fókuszálni. Költözés kapcsán nekem nagyon fontos szerepet játszott az, hogy legyen természetes fényem, valószínűleg a videózás miatt, illetőleg a fotózás miatt, illetőleg nagyon fontos szerepet játszott az, hogy négyzetes legyen a tér, és hogy ne érezzem magam beszorítva, valamint van egy ilyen törekvésem arra, hogy mindennek legyen meg a helye, és minden rendszerezve legyen, hiszen nem szeretem, hogyha körülöttem kint vannak a dolgok. Én inkább ezt a minimalista vonalat kezdtem el követni, és szeretem, hogyha mindennek megvan a helye. Na és aztán éppen ezért kezdtem el kutatni a YouTube-on is, és különböző rendszerező videókat nézni. Egyrészt azért, hogy tudatosan tudjak vásárolni olyan dolgokat, amik másoknak beváltak. Úgyhogy ezzel a videóval egy kicsit segíteni szeretnék nektek, hogy mit, hol érdemes beszerezni, illetőleg érdemes elindulni ezen az úton, mert utána boldogabbak leszünk, és rengeteg felesleges dologtól tudunk megszabadulni, vagy olyan vásárlástól tudunk megszabadulni, ami felesleges, mert hogy nem informálódtunk előre. Na lássuk! És akkor menjünk is fel. Ez egy ilyen lépcsős történet. Mindent átláthatóan szerettem volna megtartani, és csak olyan darabokat, amelyeket örömmel veszek fel. Úgyhogy ugyanígy történt a cipőknél, illetőleg a magas sarkuknál is. Itt pedig szintén az volt a tematika, hogy csak olyan darabok maradjanak meg, amiket nagyon szerettek, az én saját stílusom. Szintén ennek is az volt a lényege, hogy rendszerezett legyen minden, és átlátható. Ez a fehér ikás szekrény volt, amiben ilyen ikás boxokat helyeztünk el, amiben még nincs sok minden, ami kiváló tárolóeszköz, úgyhogy szívvel ajánlom nektek ezt. Ezek azért jók, mert bármit belerakhatsz és elrejthetsz, például itt nekem a vállalkozásomnak a papírjai vannak szintén rendszerezve. Ez is fontos szempont volt nekem, csak olyan papírokat fűzzek le most már rendszerezett formában, amiket használok, kellenek, úgyhogy erre is próbáltam tudatosan figyelni. Az öveimet, azt nagyon leszanáltam, úgyhogy ezeket egy ilyen kis boxba tettem még bele, de hát már legalább a box megvan, úgyhogy utána pedig majd elkezdem picit feltölteni, hiszen úgy voltam vele, hogy csak minőségi darabot hagyok meg. Ebbe úgy döntöttem pedig az ilyen baseball sapkáimat, sapkákat, kesztyüket fog gyűjteni. Hát itt is sikerült leszanálnom, de nem baj, ezek mind olyan darabok, amiket imádok. Egy külföldi videóban láttam azt, hogy az edzés cuccokat csak egy ilyen boxba rakják bele, szépen behajtva Marie Kondo módszernek megfelelően, és csak azokat, amelyeket örömmel veszem fel. Nagyon fontos szempont volt, hogy ugye a fehér neműim is úgy legyenek berendezve, egységesen átláthatóan.
Most nem nyitok ki mindent, de például itt vannak a harisnyák, az oknik. Ahogy láthatjátok, nem nagyon van a lenti nappali résznél semmi sem úgy kihelyezve igazán. Törekszem arra, hogy a legkevesebb tárgy legyen. Egy-két könyv van kint, amit használok napi szinten, ugye ez a hálanapló. Peller Marianne, aki nagyon cukin ugye dedikálta nekem. Ez még várat magára ez a könyv, akkor Brian Tracy Önbizalom című könyve. Vasvári Vidvitől kaptam egy könyvet, illetőleg az egyik nagyon jó barátomnak a könyve. Tehát ezeket, amelyiket nemrég kaptam és kötődnek hozzám, azokat hagytam csak kint. Van is Marie Kondónak egy ilyen könyve, ami egyrészt a Rend a lelke mindennek, ha jól emlékszem, illetőleg a Tiszta Öröm című könyve, és ezzel maximálisan egyet tudok érteni. A többi könyvet egy ilyen boxba tettem bele, amit csak egyszerűen kihúzok, hogyha szükségem van valamire, és itt vannak a könyvek benne. Egy óriási problémám volt az, hogy fogalmam sem volt, hogy hova teszem a blokkokat. Egy időben gyűjtöttem a pénztárcámba, az sem segített, úgyhogy nekem a nagy változást az most az hozta, körülbelül ugye 20 napja működik ez a projekt, de tudom tartani, hogy van egy ilyen kis IKEA-s fehér cseréptartó, amivel belerakom a blokkokat, a jótállási papírokat, és igazából így minden megvan. Rengeteg apró pénzem volt, egy időben ilyen perselybe gyűjtöttem őket, aztán ugye a költözés miatt kapkodni kellett, és nem igazán tudtam, hogy tároljam őket, úgyhogy most az lett a koncepció, hogy beletettem ebbe a nagyobb tárolóba, és akkor szerintem a mai nap folyamán ez még egy kihívás lesz, ott pedig az lesz a feladatom, hogy a külföldi és a magyar pénzeket szétválasztom, és akkor egy-egy ilyen, az egyiket beleteszem ebbe, a másikat pedig hagyom ebbe, vagy beváltom őket a boltba. A rendszerezés kapcsán az egyik legkritikusabb pont ugye a fürdőszobai dolgok rendszerezése, úgyhogy ehhez is most nézzünk pár tippet. Zoe barátnőm segített, és az IKEA-ba, így dizájnba, meg mindenbe ezt javasolta, hogy vegyük meg, és egyébként imádom, szeretem. Látjátok, ilyen tök jól lehet mozgatni is, illetőleg szépen tudom a sminkjeimet tárolni, ami nekem nagyon fontos volt. Szerintem ebbe az egyik egészben a legjobb rész az, hogy sok minden elfér rajta. Külön tudtam választani az ecsetjeimet, a hajgumiknak külön, a palettáimnak külön. Alulra tettem az alapozókat, itt vannak egy kicsit így az arcommal kapcsolatos dolgok, de nem feltétlenül napi szinten használom. Akkor ide tudtam rendszerezni a highlightereket, a púdereket, a rúzsaimat. Egyébként még ezt folyamatosan fejlesztem, meg még most át szeretném őket törölni ilyen fertőtlenítő kendővel, hogy minden meglegyen. Érdemes ugye ezt a kocsi mellé beletenni ilyen rendszerezőt is. Nézzétek, itt például ez tök jól látszik, hogy az ékszereket is kiválóan lehet rendszerezni. Azokat a dolgokat pedig, ami a fürdőszobához tartozik, de nem napi szinten használom, például hővédőt a hajamra, vagy esetleg waxot, vagy olyan száraz sampont, amit szintén, hogyha csak megyek forgatni is, nem tudok eljutni a fodrászhoz használok, azokat beletettem egy ilyen gyűjtőtasakba. Tehát én a fürdőszobában se szeretem sok mindennel körbevenni magamat, úgyhogy törekszem igazából csak azokat a minőségi termékeket használni, amiket szeretek, és csak azokat megőrizni. És most jöjjön 5 hasznos tipp annak érdekében, hogy sikeres legyen a rendszerezésed. Az első talán is a legfontosabb az elhatározás. Kezd el még ma! 2. Keres egy barátnőt, akivel élményként tudjátok megélni a rendszerezés pillanatait. 3. Nézz inspiráló videókat.
Négyes, csinálj két zsákot, az egyik legyen az adakozó zsák, mert adni jó, a másik pedig az eladó zsák, amit tudsz, add el, hiszen abból jobbakat vehetsz. Ötödik pont, olvasd könyveket, amiből te is tanulhatsz. Remélem, egy kicsit sikerült megmutatnom nektek, hogy hogyan is tudtam rendszerezni a dolgokat, de azt kell látnotok, hogy ez nálam is egy folyamat, tehát bőven van mit fejleszteni, és mindent nem tudtam egyszerre megvalósítani, pedig én olyan típus vagyok, hogy mindent azonnal akarok. Ennyi volt mára, remélem hasznosak találtátok a tartalmat, és tetszett a videó. Hogyha így van, akkor kérlek titeket, hogy lájkoljátok azt, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra. Valamint, mivel első ilyesmi jellegű tartalmam volt, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tetszette nektek, úgyhogy bátran írjatok kommentet ezzel kapcsolatban, is, vagy keressetek a social media felületeimen, belinkelem ide a videó alá. Igyekszem minden kérdésre válaszolni, és segíteni titeket abban, hogy egy tudatosabb életet tudjatok élni. Legyen szép napotok, sziasztok!